Hamarosan újra látogathatják az érdeklődők a bátaszéki tájházat. Az 1892-ben épült rangos német parasztház 2000-től működik a városban, és ad helyet az itt élő három jelentős lélekszámú népcsoport sváb, székely és felvidéki berendezési és használati tárgyainak bemutatására. Csötönyi László, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezetője mesélt arról, hogy miért is volt szükség a felújításra. Néhány évvel ezelőtt felfedeztük azt, ami addig nem volt jellemző, repedések a plafonon, a falon, a homlokzaton, tehát a külső részeken is megjelentek, illetve az udvaron, és akkor nagyon megijedtünk, hogy vajon mi lesz, mi lehet ezzel a házzal, mi a probléma. Természetesen akkor az önkormányzat munkatársai és megfelelő szakemberek megvizsgálták, és kiderült, hogy mi a probléma, amelyet orvosolni kell. Azt azért tudni kell, hogy ez a ház a 19. század végén épült. Akkor ugye még nem volt jellemző, hogy olyan alapot készítettek a háznak, amelyre azután fölhúzták, amelyik mondjuk bírja azokat az esőzéseket, amelyek így a 2000-es évektől jellemzően sajnos velünk vannak ezekben az években, évtizedekben. Ugye, amíg akár a saját gyermekkorunkban az volt az alapvető dolog, hogy tavasszal mondjuk esett valamennyi eső, és ez eloszlott úgy 2-3 hónap alatt, az utóbbi esztendőkben ugye azt láthattuk, vagy tapasztalhattuk itt a Bátaszéken és környékben élők is, hogy egyszerre ömlik vagy esik le nagyon nagy mennyiségű csapadék, és ezeknek a házaknak, amelyeknek kellő alapzata nincs, hát ez nem tett jót. És ezért kellett sürgősen döntést hozni, és a problémát megoldani, és hál' Istennek ennek a végére tettünk a közelmúltban pontot. A felújítási munkálatok egy kis festést és javítást kivéve nagyrészt befejeződtek, így a legfontosabb lépés következik, a bútorok, tárgyak, népviseletek visszapakolása. Tehát az elkövetkező hetek legfontosabb feladata az lesz, hogy itt a bukovinai székelyek szobáját, a felvidékiek szobáját, illetve a magyarországi németek, a bátaszéki svábok által összegyűjtött berendezési tárgyakat visszarakjuk azokba a helyiségekbe, amelyekbe hát ezek valók, illetve megszokhatták a bátaszékiek, valamint a bátaszék tájházba látogatók. Ezt nyilvánvalóan mi fogjuk megtenni, a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai, de azt azért tudni kell, hogy az összes berendezési tárgy az múzeumi leltár alatt áll, tehát nagyon oda kell figyelnünk. Még mielőtt kipakoltunk, lefényképeztünk mindent, gondosan elraktároztunk mindent, videófelvételt készítettünk arról, hogy mi hova való, hogy a visszapakoláskor ez majd segítse a munkánkat. Természetesen a Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársaival is fölvettük a kapcsolatot, és a visszapakolást ők fogják felügyelni, illetve a jövő hét folyamán a Pince múzeumi részben lévő tárgyakat, amelyeket ők bő egy évvel ezelőtt elvitték egy kicsit restaurálni, kijavítani, ezeket ők fogják visszahozni és visszahelyezni majd a Pince múzeumi részbe. Az elkövetkezendő hetek tehát a cég életében a tájház visszarendezése körül forog majd. Teszik ezt mindazért, hogy tavasszal újra az igazi és megszokott pompájában tudják fogadni az épületbe látogatókat.